A Targoviste vendége volt a női röplabda CF kupában a Fátum Nyíregyháza. A csapat már hétfőn megérkezett Romániába, majd kedden edzés, videóelemzés, este pedig meccs várt a mieinkre. Egy 137 perces, nem akármilyen találkozó. Az első szett végig szoros volt, ám 20-14-nél komoly előnyt harcolt ki a Fátum, és végül nyerte is a szettet. A második felvonás hasonlóan alakult, szintén a hajrában lépett meg a Nyíregyháza, és már 2-0-ra vezetett. A harmadik szedben aztán be is fejezhette volna a találkozót Hollósi László együttese, három meccs labdája is volt, de fordított a román gárda és nyerte a játékrészt. Mindez a negyedik elején éreztette hatását, mert 7-2-re ellépett a Targoviste, majd 24-20-nál szett labdái voltak. A Fátum azonban egyenlített, ám végül a hazaiak örülhettek, így jöhetett a döntőszett. Itt 10-8-as vezetésnél robbantott a Nyíregyháza, és 3-2-re megnyerte a párharc első meccsét, a visszavágó december 17-én rendezik. Remek formában van a Hübner Nyíregyháza BS férfi kosárlabda együttese is. A cápák 8 mérkőzést nyertek egymás után, és a tabella második helyén állnak. Bár sok meccs van még hátra, a csapat a feljutásért harcolhat. Ez nem kérdés, hogy felvetődik az A-csoport, és alapvetően szeretnénk, hogyha ott tudnánk lenni, de azt is kell látni, hogy azért ez egy elég nehéz út, ehhez sok mindent kell még teljesíteni. Most a bajnokság elején vagyunk, és a kosárlabda bajnokságnak a lebonyolítási rendszeréből adódóan azért a rájátszás vagy a bajnokság vége a legfontosabb. Addig próbáljunk meg jó eredményeket hozni. Szeretném, hogyha olyan pozícióba tudnánk kerülni az alapszakasz végén, amiből könnyen neki tudunk vágni a rájátszásnak, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz, de természetesen azért az álmunk az az lenne, hogy sikerüljön ott lennünk a döntőbe, és ott pedig jó eredményt elérni. A gárda legközelebb pénteken lép pályára idegenben a harmadik helyen álló Budafok ellen, amilyenkre nehéz mérkőzés vár, de szeretnék folytatni a jó sorozatot.